második fordulóban megkezdte a bajnokságban hazai mérkőzéseinek sorát a János Somorja, amieink a zöld mezben játszó Csornát fogadták, azt a csapatot, amely korábban az NB3-ból került vissza megyei első osztályba, nem azért, mert kiesett, hanem mert visszasorolták. Tavaly nem igazán volt esélyünk a Csorna ellen, hiszen mindkét alkalommal legyőztek bennünket. Itt János Somorján 3-1-re, Csornán pedig 4-1-es vereséget szenvedtünk. Ezen a mérkőzésen két újoncot is avatott a ÉSE, Farkas Krisztián és Tóth Gergő mutatkozhatott be a kék mezben játszó csapatban. Sebő kap egy jó kiugratást rögtön a mérkőzés elején, aztán a lövés már nem sikerül annyira jól, mint ahogy a helyzetbe került. Lőre hárít a 14. percben. 20 percig kell várni az első csornai lehetőségre. Viszonylag könnyen adogatnak a térfelünkön a vendégek, aztán egy csúsztatás után Csonka lő, ez sem volt sokkal veszélyesebb, mint Sebők próbálkozása, Bári könnyedén dől rá a labdára, középre tartott az erőtlen lövés. Aztán megint egy hazai kísérlet, félig meddig takarásból érkezik, szabados próbálkozott, érdekes módon aztán a játékvezető kirúgást ítélt, pedig látszik, hogy lőre hárít. Itt Gálnak kell önfeláldozóan mentenie középen, majdnem bele is sérült a mozdulatba, Lajtos futott el a bal szélen, nagyon veszélyesnek tűnt a középreadás, szerencsére Gál a helyén volt. A második félidőben egyre fokozódott a csornai nyomás, Nyerges pedig egy sípszó után ellőtt góllal próbált meg előnyt szerezni a Csornának, de az asszisztens már korábban emelte a zászlót, Les miatt, tehát érvénytelenítették a találatot. Nem örülhettünk azonban sokáig, 3 perccel később szinte ugyanaz történik, csak most Lajtos az ítélet végrehajtó, nem pedig Nyerges. Szinte ugyanarról a pontról, ahonnan korábban érkezett a Les gól. Megint asszisztáltak a mieink ehhez a helyzethez. A paszba se tudunk belelépni, utána pedig nem érünk oda a labdás emberre. Messze helyezkednek a védők az átadás előtt, hiába vagyunk sokan a 16-oson belül, valahogy rosszul oldjuk meg a védekezést. Teljesen tisztán lőhet Lajtos, és megérdemelten vezet a Csorna, hiszen sokkal többet birtokolták a labdát az első félidőben is, ez most már gólban is megmutatkozik a második játék részben. Egy perccel később Nyerges önbizalomtól duzzadva élesszögből messziről próbálja kapura tenni a labdát, nem sokkal ment fölé. Nyerges volt az egyik legaktívabb játékosa a Csornának a találkozón, nagyon nagy kedvel játszott. 58. perc, egy jó kiugratás, és szerencsénkre Serfőző egy kicsit talán elbohóckodja, pedig nagyszerű labdát kapott, Bári Zitzert fog, nincs meg a két gólos csornai előny. Egészen a 61. percig, amikor megint Nyergest ugratják ki a többiek, és Serfőző ezt már komolyabban veszi, berobban középen a támadó, és 2-re növeli a Csorna góljainak számát. Elkezdték a mélységi passzokat játszani a csornaiak, fokozatosan gyorsították a játékot, a mieink pedig ezzel együtt szép lassan kezdenek elfáradni a második játék részben. Nyerges szinte képtelenség tartani, sos nem egyedül fejezi be, látja, hogy érkezik Serfőző, aki a védők között is hozzáfér a labdához, és ott a hálóban a második találat. Kezdi eldönteni 61 perc után a mérkőzést a Csorna. Éles szögből leadott lövés, Bárinak kell hárítani, a Csonka próbálkozott 66. percben. Aztán egy akció megint a bal oldalról, ahonnan Csonka is megeresztette egy lövést. Na, az nem így nézett ki, óriási gól, Nyerges, ez már biztos, hogy nem Les. A mérkőzés legszebb találatát látjuk a 77. percben. Nyerges a pálya minden pontján felelhető volt, eddig a jobb oldalról vezetett akciókat. Most pedig a bal szélről tekeri a felső sarokba. Bárinak nem sok esélye volt. Itt már nagyon nagy volt a tempó különbség a két csapat között. A mieink csak a védekezéssel vannak elfoglalva, de ez is elveszi az erőnket. Itt látszik, ahogy futnak vissza a védőink. Nagyon pontos az átadás. Ahogy lekezeli Nyerges, ezzel már szinte helyzetbe is kerülne, de arra is van helye, és ideje, hogy megcsinálja a visszacselt. Utána pedig benéz, megnézi a felső sarkot, és tökéletesen eltalált labda. Látszik, hogy Bári nyújtózik érte, de az még bőven befért a léc alá. 3-0, és ezzel tulajdonképpen már el is dőlt a találkozó, de hát a hátralévő mint egy negyed órát még le kellett játszani. Egy perccel később a csereként beállt Tóth Kristóf kerülne helyzetbe, kétszer is lőre kapuja felé továbbít, aztán egy hazaadás gyanús eset, de Németh Renáta nem fújt a sípjába, reklamáltak még kicsit a miénk, de inkább csak úgy becsületből. 83. perc, kis hián ott a negyedik találat, nagy beadását Varga bólintotta a felső lécre, a védőinktől talán még ez is bemehetett volna. 89. perc, Bognár és Csölle játszanak össze, és a csereként beáll Csölle az, aki
megereszti ezt a lövést, Bári hárított, egyébként a gólokért nem nagyon lehetett okolni Bári Dávidot, nem nagyon tehetett róluk. Aztán Csölle ismétel egy perccel később, megint Bognárral az összjáték, Bári ismét hárít. És amikor már mindenki a hármas sípszót várná és gondolatban mindkét csapat az öltözőben van, szöglet után még egy lövés be középre, hát ha lesz belőle valami, hát annyi történt, hogy megpattant egy védőn, és még ez is befért a léc alá. 4-0 lett tehát a vége, itt még a szerencsével sem állt hadilábon a Csorna. Pontrugások nem ízlettek nekünk a tavalyi szezonban sem, és itt is egy hasonló hibát vétünk. Itt látszik, hogy bekanyarodik Lajtos labdája, felugranak érte többen, senki nem fér hozzá, onnantól pedig csak tömörülünk a 16-oson belül, nem érünk ki a labdás emberre. Nagyszerű a lekészítés, Babics pedig inkább erőből, nem annyira helyezve, hát ha majd elmegy a lábak között, és szegény Szalai az, akinek a hátán, derekán, talán a combján még megcsúszik, bár így nem tud belekapni. Ebben az arányban is megérdemelten nyer a Csorna, amilyeinknek nem sok momentuma volt a találkozón, de hát nem volt egy súlycsoportban a két csapat. Javítani jövő héten vasárnap 17 órától majd Petőházán lehet, tehát az idegenbeli nagyon kemény mérkőzés lesz.